Elnézést kérek a rövid átállásért, de Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője végül is utolsó pillanatban beesett ide a stúdióba. Jó reggelt kívánok! Pontosan, mert akkor mondták, hogy pont ekkor érkezett. Akkor pontosan érkezett. Igen, igen. Így is vagyunk. Jó reggelt kívánok önnek. Beszéljünk a tegnapi egyeztetésről. Ugye 5 párti egyeztetésre hívták össze a parlamenti pártokat, az alaptörvény módosítással kapcsolatos egyeztetésre. Ezen az MSZP és az LMP nem jelent meg, a KDNP, Fidesz és a Jobbik ott volt a Jobbikkal kapcsolatban. Mit tudná elmondani az egyeztetésekről? Volt-e vita valamilyen kérdésben, vagy egyértelműen egy állásponton, egy platformon voltak? Hát több kérdésben van eltérő nézet, de ezek inkább jogtechnikai kérdések, hogy határozzuk meg az idegen szó tartalmát, vagy harmadik országbeli megjelölést használjunk-e inkább. Ezek kevésbé fontosak, meg tulajdonképpen ez fogalmazás kérdése, hogy hogyan tudjuk a jogrendbe beilleszteni ezeket a fogalmakat, és az alaptörvényben is pontosan használjuk. Ami tartalmi eltérés volt, az a Jobbik azt mondta, hogy a parlamentnek azt a törvényt, ami meghatározza, hogy nem magyar állampolgárok és nem uniós állampolgárok hogyan telephetetlek le Magyarországon, ezt a parlamentnek sarkalatos törvényben kell rögzíteni. Vagyis kétharmados legyen. Igen. Tehát a betelepítésről szóló jogszabályt a Jobbik szeretné kétharmadossá tenni, az egyelőre ugye sima feles törvény, sima feles döntés kérdése. Hát az beterjesztésben feles jogszabályként szerepelt, ezt végig kell gondolni, mert ugye az idegenrendészeti törvény, a bákról szóló törvény, azok feles törvények, tehát hogy hogyan lehet azért a jogrendnek az épségét és a harmóniát megőrizni, meg a hierarchiáját, alaptörvény, sarkalatos törvények, ebből következő ágazati törvények, amelyek már feles törvények. Tehát ez igazából olyan kérdés, amire rögzítettük, hogy meg lehet állapodni. Tehát nincs elvi akadálya annak szerintem, hogy az egyeztetésen részvevő pártok megállapodjanak. Tehát, hogy sarkalatossá tegyék a betelepítésről szóval. Hát vagy meggyőzzük a Jobbikat arról, hogy nem kell sarkalatossá tenni, vagy sarkalatossá tegyük. Tehát igazából ez nem áthidalhatatlan akadály. Azt megállapítottuk, hogy a dacára annak, hogy a szocialisták elnöke azt mondta, hogy a parlamentben támogatnának egy kvóta ellenes törvényt, ők nem jelentek meg a tárgyaláson, és azt is mondták, hogy nem fogják támogatni a parlamentben az alaptörvény módosítást, tehát igazából... Azért, mert azt mondják, hogy alapvetően illegitim egy érvénytelen népszavazás utáni jogalkotás. Hát ez nincs így, mert egyébként az alaptörvényt a saját határozatának megfelelően, vagy a politika akaratának megfelelően is tudná kétharmaddal módosítani az alaptörvény. Hozzáteszem, vagy a parlament, de a szocialisták nem beszéltek semmi ilyesmit. Amit most mondanak, az megint azt jelenti, hogy újra becsapták a magyarokat, a saját választóikat és mindenkit. Nem ritka, sőt, ők inkább azokat a választókat képviselik, akik nem mentek el szavazni. Igen, de ezeknek a választóknak azt mondták, hogy nem menjetek el, mert majd a parlamentben egy ilyen törvényt támogatunk. Tehát felesleges a népszavazás, ez volt az álláspontjuk. Az alkotmánymódosításra ők sem számítottak. Tehát amikor megkérdezte, én is voltam itt bent önnél, és mondta, kérdezte, hogy milyen jogi következményei vannak, mondtam, hogy alaptörvény, sarkalatos törvény, a parlamenti határozat, tehát a jogkövetkezmények skálája széles, itt ugye alaptörvényt is módosítunk, és ennek megfelelően majd egy olyan törvényt is kell a parlamentnek hoznia, amely szabályozza azt, hogy nem magyar állampolgárok és nem uniós állampolgárok milyen rend alapján élhetnek Magyarországon, a törvény alapján, amit magyar hatóságoknak kell elbírálni. Nem Brüsszelnek, nem az ENSZ-nek, magyar hatóságoknak. Milyen? Tehát ez bekövetkezett, a szocialisták egyszerűen hazudtak. Vagy Molnár Gyula került ellentétbe a frakciójával, mert hogy a frakció azt mondta, hogy nem vesz észt, nem is jöttek el. Nem szavazzák meg az alaptörvény módosítást, és gondolom az ágazati törvényt sem, miközben azt mondták a szavazás, vagy a választás idején, hogy meg fogják szavazni. Majd őket megkérdezzük, hogy mennyire konzekvensnek tartják a döntéseiket, de az egyébként azt mondja el nekem. Hát egy olyan párt, aki képes azt mondani, hogy megszavazza az adótörvénymódosítást, majd azt mondja, hogy bocsánat, mellé nyúltunk, jó. Láttunk már azért cifrábbakat is a parlamentben, de igazából hát arra lennék kíváncsi, erre nem emlékszem az elmúlt 26 évben, hogy egy frakció kompletten megszavazott törvényt, mert azt mondta, hogy bocsánat, mellé nyújtunk a gomnak. Erről Úristen. Egyébként mindjárt fogunk beszélni, ez a végén a kulisszatitkokra lennék kíváncsi. Tehát, hogy milyen érzés az, amikor az elmúlt 6 évben folyamatosan próbált a Fidesz elhatárolódni a Jobbiktól. Tehát minden szinten megkülönböztetni magát a Jobbiktól, a Jobbikot radikális pártként feltüntetni, akár az, akár nem az, akár annak a látszata van, akár nem az, és most
most meg kénytelen a Jobbik támogatására szorulni, hogy a kétharmad meglegyen az alkotmánymódosítás megszavazásához? Hát minden eddigi kétharmados törvényt, ami a kétharmad megszűnése után a parlament által elfogadott törvény, azt vagy a Jobbik, vagy az MSZP, vagy az LMP támogatásával fogadtunk, nem lehetne máshogy. Azért most már ez egy 6 vagy 7, bocsánat, talán már egy tucat jogszabály is van. Ettől szerintem sem az LMP-vel, sem a Jobbikkal, sem az MSZP-vel nem kevertek minket össze, ezután sem lehet, de ugye azt is mondtuk, hogy ez az új összefogás, ami létrejött Magyarországért, 3.360.000 ember egyirányú akarata. Ez mégiscsak egy pártok feletti ügy, tehát itt nem a Jobbikkal, nem parlamenti képviselőkkel fognunk össze, akik egyébként szeretnék Magyarország védelmét biztosítani az alaptörvényben is. A szocialisták ebben nem vesznek részt, de a haza védelmében rájuk sosem lehetett számítani, tehát ebben semmi újdonság nincs. Az LMP meg egy olyan ügyefogyott magyarázat talált elő, ami... Hát pénteken őket pártelnöki találkozóra hívták, ami ugye nem valósult, mert hát mert ők nem fogadták el az időpontot. Azt mondták, hogy nekik péntek nem jó. Azt mondtuk, hogy akkor telefonálják a kétfőn, hogy jó-e, nem szóltak vissza. Majd ők valami ott 5 pártira mentek, ami senki nem hívott össze. Tehát egyébként sok minden dolog tűnik egy kicsit ilyen hisztinek az óvodában, amikor valami ügyes titkárnő az LMP gondjait megoldhatná, hogyha valami alkalmas ember találnának oda. Megint csak nem tudok az LMP nevében nyilatkozni. De jó, nem, Isten őrizzen. Igen, azt tudom újra és újra megkérdezni, hogy akkor a kétharmados szavazás meg lesz? Mert a november 8-án a szavazás... Hát a mostani tárgyalások alapján megoldható az, hogy egy olyan alaptörvény szöveget fogadjunk el, és akkor azt elfogadjuk, ami a tárgyalásunkon résztvevő frakciók számára elfogadható. Ugye ja, hogy akkor KDNP... még a Jobbik javaslatai alapján módosulhat az Orbán Viktor által benyújtott alaptörvény módosítás? Egészen biztos, hogy több módosító indítvány is lesz, nem csak egy vagy kettő, mert feltételezem, hogy azért a törvény alkotásban a többi frakciók is részt vesznek, és én azt gondolom, hogy az az érdekünk, hogy egy jó szöveg legyen, az egy teljesen normális dolog, hogy a képviselők módosító indítványokat terjesztenek elő a parlamentnek, vagy hozunk egy egységes szöveget. Én szerintem az alaptörvény az biztosítani fogja azt az új összefogást, azt az akaratot, amit egyébként a 3.360.000 ember kifejezett a népszavazáson, azt nem lehet félreérteni, és én nagyon-nagyon sajnálom, de tudomásul veszem, meglepődve nem vagyok, hogy az LMP-re másokból, meg az MSZP-re az ország védelmében nem lehet számítani. Menjünk tovább, ugye említette ön is a tegnapi szavazást a parlamentben. Itt az igen. MSZP is igennel szavazott méghozzá a TAO kedvezmények, a társasági adót kedvezmények felhasználását titkosító módosításról. Önnek mi a véleménye? Miért kell ezt titkosítani? Nem, de... Egy minimális demokratikus elvárás az, hogy az ember tudja, hogy a közpénzek hova vándorolnak. Igen, nem, ez egy tévedés, nem önmagában ezt módosítottuk, hanem módosítottuk az adótitoknak a körét és a minősítését. A helyzet az az, hogy ami igazán sok embert érint, az az 1%-os adófelajánlás. Most elvileg lehetett ahhoz fordulni az APEC-nél, hogy valaki azt mondja, hogy gyűjtsék neki ki, hogy az adott szervezetet mely polgárok 1%-os adófelajánlása támogatta. És ebből listákat lehet csinálni, ki támogatta az evangélikus egyházat, a görög katolikust, a Rák alapítványt, ezer meg egy alapítvány. Most ezek érzékeny adatok, mert az adóm 1%-os felhasználásából azt támogatok, akit akarok, és egyébként ilyen típusú lista nem készíthető szerintünk, és ez a módosítás ezt is kezeli, ez érint sokkal több embert, mert sokkal több ember érintett az 1%-os adófelajánlásban, mint a TAO-ban. Kósa úr, egyébként... ne tereljük el, tényleg, legyünk kedvesek, a TAO kedvezmények felhasználásról beszélünk, 77 milliárd ment el sportegyesületeknek, 7,6 milliárd színházak támogatására, 21,6 más szolgáltatóknak, tehát nagyjából 100 milliárd forintról tudjuk, közpénzből, aminek a sorsáról, hogy hova mennek, ki ajánlja föl, mennyit ajánl föl, nem fognak tudni azok az emberek, akik ezt az adót befizetnek. De tudnak róla. Na hogyan? Úgy, hogy egyébként a támogatást azt fel kell tüntetni az adott cégeknek a mérlegében, de tehát az elérhető lesz, csak úgy nem lesz gyűjthető a dolog, hogy azt mondjuk, hogy na lássuk csak, hogy az adott támogatott szervezet az kiktől kapott adót. De hogyha valaki egyébként a cégek, tehát a másik oldalról azt kérdezi,
kérdezi, hogy a cégek milyen támogatásokat adtak, akkor azt mondja, hogy itt van egy vállalat, annak a mérlegében meg, ezt fel kell tüntetni, meg fogja tudni nézni, hogy az adott cég különböző jogcímeken milyen támogatást és adó felajánlást kapott. Tehát ilyen értelemben ez nem titkos, csak listát nem lehet csináltatni arról, hogy az adott szervezet, aki támogatnak... Mondjuk egy sportszervezet, az mennyi pénzt kapott és honnan? Azt, arról nem lehet? Azt, de én nem arról, tudhatok arról, róla, nem de, szeretném tudni, de, hogy hova de, megy a pénz. De nézze, kedves műsorvezető asszony, ha teljesen hasonló rendszerben működik a földi nyilvántartás, ha ön bemegy a földhivatalhoz, akkor megtudhatja, hogy az adott telek kié. Tehát nyilvános adat mindenről van. De azt nem tudhatja meg az adóhivatal, a földhivatalt, hogy ön bemegy és azt mondja, hogy tessék nekem megmondani, hogy Kovács Bélának milyen van. Pedig az adó egyébként a földhivatalban minden nyilvános, de nem fogják megmondani, mert ilyen listát nem gyűjthetnek, csak akkor, hogyha a bíróság tartalmazza fel az illető hatóságot, rendőrség, ügyészség és kellő indokkal. Tehát olyan listát nem lehet csináltatni, hogy mondják meg nekem, hogy az adott illetőnek milyen van, azt meg lehet kérni, hogy az adott telek kié. Teljesen hasonló dolog. Olyan listát nem fog az APEC előállítani, mert nem lehet ilyet csinálni, hogy mondják meg, hogy az illető sportszervezet kik támogatták, azt igen, hogy egyébként milyen összeget kapott különböző támogatásokból, színház, kulturális hely, sportegyesület, de hogy az adott cég kiket támogatott, azt egyébként a mérlegéből ott vannak a nyilvános adatok, meg lehet tudni. Az a különbség, hogy Kovács Béla nem közpénzből él adott esetben, annyira sajnálom, hogy De kedves műsorvezető, azt mondja, ezek egyébként, mondom még egyszer, elérhetők lesznek továbbiakban is, például egy magánvállalat. Hogy egyébként az nem közpénz, ugye? Mondjuk itt van a Shell. Hogy a Shell, aki nem közpénz, milyen a tóvfelvállást tett, azt egyébként ön továbbra is fogja tudni, de azt nem fogja megtudni, hogy mondjuk valamilyen sportegyesület listázva kiktől kapott a felajánlást. Köszönöm szépen, frakcióvezető. Köszönöm szépen. Sajnálom, csak ennyi időnk volt. Hát önök szerkesztik a műsort. Köszönöm szépen. Én hamar azt vannak maradok. Köszönöm szépen.